anyja csipája. Érepette kedvenc bögrém, ez egy jó kis poharam, amiből inni szoktam a vizet. Már ez biztos látszott néhány videó, hogy mi ez itten. Ez, kérem szépen, ez egy literes ilyen mérő pohár. Azért szeretem ezt, mert nem kell gyakran töltögetni, csak hát elkezdett megrepedni itt a fülénél, most vettem észre, azt ugye ez tovább fog repedni, teljesen ketté fog hasadni. Szóval, nagyon sajnálom, egy dolgot utálok benne, csak a színét. Lehet, hogyha holnap lenézek a műanyagoshoz, megpróbálok valami hasonlót találni, de hát ugye ivópohárban nem nagyon árulnak ilyen ültartalmat, mert úgy vannak vele, hogy hát a lauviszik literes fincsából, hát meg én, meg Turi Tamás. Nem tudom, van itt néhány ilyen fél literes pohár, ilyen műanyag pohár itt a szekrénybe, de én ezeket nem szeretem, azt gyakran kell töltögetni. Ezt pont azért szerettem, mert kétszer akkora űrtartalma, mint egy fél literes nap. Látszik mellette ez a 3 decis. Ugye? De miért nem árulnak egyébként milyen emberi fogyasztásra ilyen ekkora űrmértékű dolgokat? Nem tudom. És simán van, amikor tele eresztem ezt a poharat, ezt a literest, és a 3/4-ét úgy leöntöm. Tehát fél liter víz az valamikor nekem nem elég. És az olyan jó volt, és éveken keresztül van rajta 1 liter, 3/4 liter, fél liter, 1/4 liter, és mérce benne. Ez nem is pohár volt, hanem valami géphez, szerintem olyan botmixerhez, vagy mi a franchoz árulták, vagy adták ezt. Csak én befogtam ivó pohárnak. Volt nekem egyszer itthon egy literes sörös kringlim, amikor még söröztem. De az meg nem jó, mert az meg üvegből van, az kurva nehéz. Aztán elgetni, és az 10 év volna, az már. Edzés, jóga, reggeli torna. Nincs lekvár, croissantba újabb van. Már a felét leharaptam, azt. Ez az olcsó croissant, a 99 forintos berry croissant with strawberry filling. Ha. Amúgy van benne lekvár. Ez a kozák is. Margarin. Már az összes kaját unom. Most hetek óta már a főtt kaját most tettem először. Nem tudom miért. Most rám jött ebben egy kánikulában, hogy amikor volt az augusztus elejé kánikula, hogy nem kívánom a főtt kaját. Hát nem szokott így lenni, hogy mit tudom már, nem esik jó a főtt kaja, csak a hideg kaja. Ettem ezeket a hűtőből kifele a felvágottakat, meg minden, ami jó sorba. Egyszerűen nem. Heteken át nem ettem. Egész augusztusban főtt kaját.
Tegnap már vettem egy ízét, egy Uncle Ben Smartást, ezt az édes savanyú. De én ezt is megeszem magába, tehát nekem még ehhez se kell hús. Hogyha nekem van egy ilyen máltás, azt mondtam egy régebbi videóban, hogy nem nagyon vagyok annyira odáig a húsért, tehát hogy egy-kétszer húst megeszek, azt nekem az bőven elég. Hát két ilyen darabot, mint a hüvelykújjam, megeszek húst, az annyi nekem bőven elég. Megvettem ezt a Uncle Ben's máltást, kis rizst hozzá, azt kétszer ettem belőle. Ez finom, azt szeretem, ezt az édes savanyú dolgot. Kedvenc nővérkém még a múltkor, mikor költözködtek, itt hagyott egy üveg szaújaszhoz. Azzal is fel lehet még kicsit turbózni. Hát, azt szép lassan benyalogatom. De most ebben miért nincs lekvár ebben a videóban? Nem tudom. Most már mindent tudok, ami a hűtőben van. Ott van pedig a íze is benne. Félkész pizza, tehát a pizzalap, meg a hozzávaló, pizzakrém, felvágott sajt, ami kell, ketchup. Azt nem eszem, mert már ráhúztam arra is. Hétig így sütögettem a pizzát, azt hét múlva már kifordult a számba. Ezért nagyon szerettem. Rákaptam a Naturjoghurtra, amikor a kórházban voltam. Ezt össze szoktam keverni. Túró, Naturjoghurt, teszek bele zöld fűszereket, főleg sok-sok kaprot, meg só is legyen benne. Valamikor a túrón felül még teszek bele, mit tudom én, egy főtt tojást, egy kis sonkát, paradicsomot, mindent így fel darabolva. És akkor meg másképp fűszerezem, mit tudom én, teszek hozzá egy kis fokhagymát. Az akkor az egy ilyen saláta. De már erre is ráuntam, már mindenre ráuntam. Most azért kóstolgatom már ezt a croissant. Csak ez meg édesség. Ez meg olyan hangulat kell, hogy most hogy nem ketyeg az alul a fejem föl. Nem, de ketyeg. Csak eddig nem figyeltem rá. Na. Már majdnem elindultam lefelé a boltba, hogy vegyek egy ilyen nagy poharat. Most látom, hogy vasárnap van. Nincs itt semmi. Na, már holnap megoldjuk a pohár kérdést. Most már várom az ősz, hogy jön egy kicsit a trutymobb idő. Hát, hogyha nem lesz annyira meleg, akkor megint lesz étvágyom a főtt kajához. Na, most már hideg kaját tudom. Vissza kell térni a főtt kajának. Meg be kell szerezni egy új ivópoharat, ami ezt ki tudja váltani, mert szegény elhalálozott, és valamelyik éjszaka itt ketté fog repedni. Na. Hát semmi se tart üröttél. A vlog sem.